Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit. Attala mintegy 5 millió forintot nyert járda felújításra, ezzel már szinte az egész járdahálózat megújul a településen. Megalakult a helyi kincseket összegyűjtő értéktárbizottság, első ülésükön már 15 értéket vettek be a megőrizni kívánt elemek sorába. Attalában az utóbbi időben számos fejlesztés és említésre méltó esemény történik. Ilyen például a helyi értékek megőrzésére alakult értéktárbizottság. Attalában megalakult a helyi értéktárbizottság, Königné Nagy Magdolna az elnöke, illetve van még 4 tag, Csernébeles Alexandra, Csutorás László, Zelfed György és Bodó Imre képviselik ezt a bizottságot. Az első alakuló ülésük már megvolt, és ennek keretében 15 értéket vettek fel az értéktárba. Például ilyen az Atalai Katolikus templom, illetve annak harangja. Aztán belekerült a Kristóf szobor, a Szent Háromság szobor, az Atalai női, illetve a férfi népviselet, és nagyon sok minden még ezen kívül, illetve az Atalai tükröspont is. Ezek közül 5-öt szeretnénk majd a megyei értéktárba felterjeszteni, úgyhogy nagyon-nagyon reméljük, hogy ennek majd foganatja is lesz. Nagyon szeretnénk folyamatosan bővíteni ezt az értéktárat, és azt gondolom, hogy a bizottság minden tagja ebben nagyon nagy partner lesz, úgyhogy folytatják a munkát. Most már vannak olyan tervek, olyan elgondolások, hogy mi lesz majd a következő ülésüknek az anyaga, úgyhogy most éppen ehhez gyűjtik azokat az értékeket, forrásokat, amikkel majd tudják bővíteni az értéktárat. A helyiek rekreációs sportolási lehetőségeit is bővíteni a település egy izomerősítő gép beszerzésével. Attal a település csatlakozott a Magyar Ergométer Szövetség programjához egy EFOP projekt erejéig. Igazából ez arról szól, hogy 4 hónapra ingyenes használatban hoznak 2 darab evezős ergométert, amit a lakók ingyen és bérmentve tudnak majd használni. Ezáltal is próbáljuk népszerűsíteni a településünkön a sportot, a sporthoz való kötődést, illetve már a gyerekek kiskorban a sportnak a megszeretetését és ennek a művelését a továbbiakban is, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy majd minél többen igénybe veszik ezt a szolgáltatást. A falukép is jelentősen meg fog változni a nyár végére a járdák felújítását, valamint a tavaszi fásítást követően. A Magyar Nemzeti Agrárkamara meghirdette idén a magyar településfásítási, illetve országfásítási programot. Attal a település 20-27 fát tudott igényelni, a maximális 30-ból. Ezek között van kőris, illetve platán, juhar, ezüsthárs és amerikai hárs. 5 helyszínre lesznek ezek a fák telepítve, óvoda, iskola elé, illetve a kultúrház elé, a temetőben is tervezünk egy nagyon szép platánsort, illetve az újonnan kialakuló családi park, illetve játszótér helyszínére is tervezünk faültetést. Ezek a fák a tavaszi ültetésre fognak megérkezni, úgyhogy nagyon várjuk már őket, és izgalommal várjuk, hogy letelepíthessük ezeket a fákat. Tavaly az önkormányzat a Magyar Falu programon belül nyert egy járdafelújítási pályázatot, melynek értéke 5 millió forint. Ezt az idén tervezzük a kivitelezését, augusztusban úgy néz ki, hogy neki is tudunk állni. Ez egy 675 négyzetméternyi területű járda. Igazából azt gondolom, hogy még 2 kisebb járda van a faluban, és aztán onnantól kezdve mindenhol felújított járdák várják a lakókat. A közmunkások is részt fognak venni ebben a feladatban, ebben a munkában a bontási részét ennek a történetnek ők fogják végezni, úgyhogy azt gondolom, hogy a falu ilyen szinten is kiveszi a részét abból, hogy elkészüljenek ezek a járdák. A második fél évben több kulturális programból válogathatnak majd a helyiek. Kezdődik hamarosan az angyaltábor, amelyre már leadták jelentkezésüket a gyerekek. Szeptember 12-ére tervezzük a falunapunkat, most már hagyományos falunapunkat. Már a programokat lefixáltuk, lebeszéltük, a szerződések megkötöttek, úgyhogy nagyon reméljük, hogy itt a pandémiás időszak ez nem fog keresztbe törni ennek a programnak, és meg tudjuk szervezni ezt a falunapot. Októberre szervezünk egy vállalkozók válját. Ilyen még nem volt Attalában, úgyhogy ez talán egy hagyományteremtő bál lesz. Várjuk már listát, már elkészítettük róluk, úgyhogy menni fognak majd a meghívók, és nagyon sokat várunk.
Aztán november 21-ére próbálunk szervezni majd egy böllérversenyt. Ez is korábban már hagyomány volt a faluban, aztán abban maradt és nem folytatták. Most megpróbáljuk újraéleszteni ezt a hagyományszintű programot, és hát erre is természetesen majd a csapatok jelentkezését várjuk. A településünk csatlakozott a kulturális napokhoz. Ez abban teljesedik majd ki, hogy nyitva lesz szeptember 19-én, illetve 20-án a tájház mindenki előtt, úgyhogy látogatható lesz, és nagyon sok szeretettel várjuk azokat a látogatókat, akik Atala hagyományai és értékei iránt érdeklődnek. Mindenképpen jó dolognak tartom, nagyon sokan szoktak jönni egyébként iskolából is iskolás csoportok a tájházat megtekinteni, úgyhogy most a nagy közönség előtt is ezt megnyitjuk. Orosvári Nébosz Tünde elárulta nekünk, mire a legbüszkébb újdonsült polgármesterként. Legbüszkébb a településen, én megmondom őszintén, hogy az óvodára vagyok, ha már épületekben gondolkodunk, hiszen azt gondolom, hogy nagyon szép felújított és látványos óvoda van, és nagyon nagy népszerűségnek örvend, úgyhogy ez abból is adódik, hogy eddig 38 gyermek járt az óvodában, szeptembertől ez 42, illetve februártól 44 fő veszi majd igénybe az óvoda szolgáltatásait, hát ebből is látszik, hogy jó úton halad az óvoda. Atala, mint a Dombovárt Kaposvárral összekötő útszakasz egyik települése, nem szégyenkezhet az áthaladó autósok előtt. A rendezett utcakép, a megújuló közterületek mind-mind kellemes látvány nyújtanak. Emberek, barátok, sorsok címmel jelent meg a dombóvári lokálpatrióta Kovács Gyula kötete, amelynek két fő témája az új Dombóvárt érő második világháborús bombázás, valamint a szerző fiatalkora. A 88 éves alkotó könyvét minden dombóvári könyvespolcára ajánlja. 88 évesen is még aktív közéleti tevékenység jellemzi Kovács Gyula bácsit, aki most jelentette meg első önéletrajzi ihletésű kötetét, Emberek, barátok, sorsok címmel. Ebből a kötetből azt is megtanulhatjuk, hogy milyen jó, hogy mi ebben a korban élünk, hogy már a békében születtünk, hogy mennyire kellene vigyázni, és kell vigyáznunk a békességre, az együttműködésre, mindenféle kirekesztést kizárni az életünkből, nem csak egy nemzet életében, a világ életében is, ez az együttműködési szándék. Tehát én ilyen nagyon tanulságos munkának is tartom. Fiataloknak és időseknek is, mindenki számára ezt a kis kötetet. A kor tükre, tehát nem csak a saját családi élményeit vonultatja fel, úgy íródott meg ez a könyv, hogy tulajdonképpen a mi történelmünk tárul elé. A vasutas telep története, egy iskola története, Dombóvár története múltja, tükre a múltunknak. Az új dombovári templom előtt tartott ünnepi könyvbemutatón különös hangsúlyt kapott a városrész 1944. június 30-ai légitámadása, amely a könyv egyik fő témaköre is. Benne van magában a címbe. Emberekről szól, sorsokról, barátokról. Hát most ugye kiemelném külön a barátok részét, ahol hát eléggé, hogy mi egy barátság tulajdonképpen. Hogyan kötődnek jó barátokhoz, ezt nagyon fontosnak tartom, és hogyan ismertük meg egymáshoz. Részletesen le van írva, elég különös sztori, hogy őszinte legyek, mert mindig verekedése kezdődött a barátságunk, és végül olyan jó barátok lettünk, hogy hadd ne mondjam, hogy nagyon ritka az ármos csapat, ugye Kurdi Simon, László, Szombat, Vilmos és Jómagam. Ez azért fontos számomra, mert ez különösen megragadott, mert itt egy illusztrálni tudom, szóval bizony tudom, hogy úgy történt, ahogy én most itt leírtam a könyvbe, mert korábban hát teljesen téves úton például mit írt az akkori sajtó. Azt írta, hogy 32 liberátor, 183 bombát dobott le, a csendőrség szerint, a szolgabíró szerint meg 182-t. Na most mi történt a valóságban? Valóságban az történt, mindössze 15 darab F-17-es Fairlink Fortress gépek voltak, nem tudom jelenteni ezért, de annyira meg lehet különböztetni, hogy
egyértelmű, nem nehéz átéveszteni a farg, nem úgy állnak. Most miért? Nem sokat nem számít, csak én lerazoltam a támadót, éppen abban az irányban néztem, mint szemtanú, mágot csinálom, hogy jöttek ezek a gépek is. Olyan alacsony ereszkedtek le, hogy már a támadás nem tudott tovább 3 percig. Ismerve ma már a gépek sebességét, bombaterheit, és összesen ledobtak mindössze 60 darab bombát. Ég alakba jöttek, ezekkel mondjam így, és tulajdonképpen mindenki tudta, hogy mi a célpontja, bár az kiírta ez az egyik támadó, hogy Kaposvárt írt ki, valóban jól látszik, hogy Dombóvár. Tehát ő nem tudta, hogy hol van, de a célpontot azt tudta. Az írót helytörténész ismerőse Takács István névette rá, hogy fogalmazza meg emlékeit. Aki ilyen élesen bevéste az emlékezetébe az egykori több évtizedes történeteket, és így tudja idézni, ilyen élesen tudja idézni. És ráadásul azért kutató munkám alapján sok mindent tudok már, tehát nagyon félre nem vezethető már egy helytörténész. Tehát inkább arról volt szó, hogy beszéltetni, hagyjam beszélni Gyula bácsit. Illetve sokkal okosabb dolog volt, úgy éreztem, ha kérem, hogy írja le. Ugyanis a élő beszédben időnként szeret elkalandozni. Elindul valahonnan, valami közben jön egy név, egy fogalom, és annak kapcsán, és akkor így vettem elő mindig a céduláimat, egy, meg kettő, meg három téma egymással párhuzamosan, ez nehéz lesz megoldani, és akkor javasoltam, Gyula bácsa, írja le, amit szeretne elmondani nekem. A kötet Dombóvárváros önkormányzatának anyagi támogatásával jelenhetett meg. Az ajánlószövegben Pintér Szilárd polgármester megfogalmazta, ez az írás minden korosztály számára adhat valami újat. Valamikor ennek az évnek az elején január-február lehetett, megkeresett ő engem is egy A4-es dossziét hozott magával, és mondta, hogy figyelj ide, Kerekes Lacinak adok egyet, még neked adtam, olvasátok el. Hát én 2 hétig nem vettem elő a táskámból, bevallom férfiasan. Gyula bácsi felhívott, Szilárd, olvastam. Hát Gyula bácsi, ne arra, nem. Elővettem, 2 reggel elolvastam. Nem szóltam senkinek semmit. 4. nap felhívom igazgatórat, és mondom neki, te Laci, ne arra, hogy te olvastad. Aztán mentem Budapest felé, elolvastam az Intercity-t. Nagyon jó. Hát ugyan ezt akartam én is mondani, de mondom, megvártam a te véleményedet. Úgyhogy ez a könyv, ez így kerülhetett ma a kezünkbe. Én bizonytalan voltam, el is felejtettem, de ő van annyira agresszív, hogy számon kér engem mindent. 3. héten elolvastam, és mindenkinek jó szívvel ajánlom, ezt a könyvet érdemes elolvasni. Kovács Gyula serdülőkori emlékei az olvasó számára egy történelmi visszatekintést nyújtanak. Erről maga az alkotó nem kis szerénységgel így nyilatkozott. Hát 2 hétig tartott, mire leírtam, egyrészt ugye már a rajzon látható, hogy nekem tollam van, és szemüvegem. Az nagyon jó illusztráció, ez a Őri Gábornak az illusztráció. Nagyon tetszik, és nagyon jó könyvet csinál. Úgy érzem, hogy ez egy olyan könyv, amit nyugodtan oda lehet tenni a könyvespultba. Az gondolom én is. Hát majd a kedves olvasó eldönti, hogy mennyire nem becsülöm túl magamat. Az Emberek, barátok, sorsok című könyv egy hiánypótló dokumentuma a város történetének. A szerző illusztrációi és a korabeli fotók alátámasztják a leírt történetek hitelességét. 2018. novemberében a Mátyás király emlékév alkalmával nyílt kiállítás Dombóváron a Korvinák legszebb lapjaiból. A Magyarság háza szervezésében 5 különféle kiállítás járta az országot és a világ magyar lakta településeit, népszerűsítve Mátyás szellemi örökségét. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a megnyitón azt mondta, elsősorban a gyerekek érdeklődését kell fenntartani Mátyás király iránt. Emlékezzünk vissza erre az eseményre.
A Mátyás emlékév esetében minden kiállításon különlegességeket tartogat, mondta a szervező Magyarságháza igazgatója Csübik Krisztina. A Mátyás király emlékév esetében minden kiállításunk speciális, minden kiállításunk erre az alkalomra, erre az évre készül, csak úgy, mint a kiadványaink nagy része, illetve mindazok a projektek, amelyek például a Magyar Nemzeti Bank által kiadott emlékérem, vagy a Magyar Nemzeti Levéltárnak egy térképre helyezett, oklevelek alapján bebizonyított újfajta eljárás, amivel valóságban nyomon követhetjük, hogy hol járt Mátyás király. Illetve van egy olyan nagyon közkedvelt, népszerű projektünk is, amely az Áruhás Mátyás címet viseli. Az eredeti Igazságos Mátyáshoz hasonlóan áruhát öltött egy kollégánk, aki az országot járja, iskolákat, kisiskolákat, óvodákat és kulturális intézményeket keres fel. Ő eljutott egészen Kanadába is, illetve a diaszpora magyar közösségeit és a Kárpát-medence magyar közösségeit, elsősorban határon túli területeket keres fel. Tehát azt hiszem, hogy minden speciális és minden különleges ebben az évben, és minden ugyanarra mutat, hogy egy olyan igazságos uralkodót tudunk felmutatni, egy olyan személyiséget, amely integrálja a magyarságot, akire egyaránt büszkék lehetünk, éljünk bárhol a világon. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának az idei a harmadik emlékéve. Így módon rótták le tiszteletüket Mártonáron és Szent László emléke előtt is, és tették életük jelentős eseményeit közkincsé. Amikor egy-egy emlékévről határozunk, akkor mindig azt nézzük, hogy mennyire tudjuk megszólítani vele a világ magyarságát, a Kárpát-medence magyarságát, illetve nagyon fontos szempont az, hogy a gyerekeket és a fiatalokat is be tudjuk vonni az emlékév eseményeibe, mert hogyha politikáról és nemzetpolitikáról beszélünk, akkor a legfontosabb az, hogy a következő generációknak tudjunk valamit nyújtani. Az idén egyébként a Családok Éve program zajlik Magyarországon, illetve a külhonban is. Ennek a program sorozatnak, vagy programévnek az eseményei közé nagyon jól illeszkedik a Mátyás király emlékév is, mert nagyon sok gyermeket, fiatalt tudtunk a különböző vetélkedőkkel, mesemondó versenyekkel megszólítani. Hunyadi Mátyás nem csupán kiváló uralkodóként, hadvezérként és államférfiként emlegetjük, aki tisztában volt azzal, hogy a központosított hatalom, a jól felszerelt hadsereg és a közép-európai összefogás elengedhetetlen a stabilitáshoz, hanem a kultúra iránt érzékeny, a művészeteket értő, a művészeket pártoló, patronáló emberként is emlékezhetünk rá. Ez egy 2008-as kiállításnak a tovább gondolt változata. A Kolozsvári Amarilis Társasággal vettük fel a kapcsolatot. Ők voltak a kurátorai, illetve Radu Lupescu és a Magyarországos Széchenyi Könyvtár kurátorai voltak azok, akik elképzelték ezt a kiállítást. Jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtárban fellelhető több mint 30 korvinából 16-ot mutat be ez a 24 tábla, hiszen azokat a díszes oldalakat, azokat a jelképes oldalakat mutatja, amely vagy a formájában, vagy a tartalmában a magyarságra utal. Ezeknek a korvináknak a keletkezés ideje 1450 és 1490 közé tehető. Legtöbbje Budán készült, de nagyon sok készült az egykori Itáliában, Rómában, Velencében és Firenzében. Mátyás nem csak a magyarság számára kiemelkedő uralkodó. Közép-európai léptéken is jelentős szerepe volt, megerősítette a térséget, és ennek köszönhetően feltartóztatta az oszmán-török birodalmat. Úgy gondolom, hogy az egyik kiemelkedő uralkodója volt Magyarországnak, és Magyarország történetének is kiemelkedő korszaka volt a 15. század második fele. Egyébként mindenkinek ajánlom Bámornak a Hunyadi regény folyamát, ami a Hunyadi családnak a történetével foglalkozik. Eddig 9 kötet jelent meg, de még Mátyásig nem ért el a történet, úgyhogy ezekből a regényekből is, meg egyáltalán történetkönyvekből, forrásokból is jól ismerhető az a kor. Úgy gondolom, hogy egy óriási visszalépés következett utána az oszmán hódítással, a török birodalommal. Több évszázadnak kellett eltelnie ahhoz,
hogy ugyanazt a fejlettséget Magyarország el tudja érni, mint amit a 15. század második felében elért. Nekem elsősorban azt jelenti, hogy Mátyás is egy köznemesi családnak a sarja volt. A magyar történelemben igazából ennek a családnak nem nagyon volt előzménye. Ennek ellenére a tehetségüknek köszönhetően és a szorgalmuknak, becsületüknek köszönhetően, hősiességüknek köszönhetően az ország legelőkelőbb családjai közé tudtak emelkedni rövid időn belül a Hunyadiak, és olyannyira, hogy a harmadik generáció már királyt is adott az országnak. Ez mindenki számára egy olyan példa lehet, akár ma is, hogy a tehetség nagyon sokat számít, a tehetség, a szorgalom, a becsület az, ami mindig sikerre visz minket, csak úgy, mint a népmesékben. Tehát azért a népmesék, népmondák és a történelmi valóság mondjuk Mátyásnál nem válnak el egymástól. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!